Singer Erik és munkatársa nemrégiben egy érdekes ajánlattal érkezett Ajkára, mégpedig nem vákumból, bár én azt hittem, hogy két úr az űrből, de már egy működő rendszert próbáltak ismertetni, illetve annak az előnyeit hangsúlyozni, vagy megismertetni itt a helyi polgárokkal, és én ebben ígértem, hogy partnerük leszek. Most a kérdésem az, hogy ugye a gyújszülöttnek minden vicc új, hogy mi is ez a rendszer. Én, az én szavaimmal mondjuk az, hogy egy olyan kommunikációs, internetes felület, amin a város és a polgárai hatékonyan és visszakereshető módon tudnak kommunikálni, de ezen kívül számos más előnye is van. Ön hogyan próbálna ezt úgy érzékeltetni, hogy most elsősorban nagy közönségnek szól ez a beszélgetés, hogy mi is ez? Igen, hát nagyon jól sikerült egyébként összefoglalni a lényegét. Tehát valóban ez egy olyan kommunikációs megoldás, ami egy hatékony, oda-vissza történő a kommunikációt valósít meg. Az önkormányzat a fontos, vagy lakók számára hasznos üzeneteket közvetlenül tudja eljuttatni. Erre áll több csatorna rendelkezésre, mobil applikáció, e-mail, vagy akár SMS is. És a lakó ki tudja választani a regisztráció során. Tehát nem csak azt tudja a lakó megválasztani, hogy milyen csatornán szeretné megkapni az üzenetet, hanem azt is, hogy milyen jellegű információra kíváncsi. Ha ő éppen a kulturális események iránt érdeklődik, vagy a sportesemények iránt, akkor arról fog tájékoztatást kapni. Mondjuk, mert gyermekekkel rendelkezik, akkor feliratkozhat gyermekes családoknak szó hírekre is. Tehát nem fog fölösleges információt kapni, csak azokat, ami tényleg számára fontos és hasznos. Illetve vissza tud csatolni az önkormányzat felé, akár a felméréseken, közvéleménykutatásokon, szavazásokon való részvétellel, egy picit jobban meg tudja osztani a véleményét a városvezetés felé, hogy milyen jellegű dolgokat látna szívesen. Illetve van egy lakossági hiba bejelentő modul is, amit a mobil applikáción keresztül tudnak bejelentést tenni ugye a lakók. Itt a fotóval ellátva, a térképen megjelölve automatikusan tudják a különböző problémákat eljutatni az önkormányzat felé. Itt lehet szó kidőlt fáról, vagy több hónapja ott parkoló autóroncsról, a kóborállatról, tehát bármi, ami az önkormányzathoz tartozhat, és itt, ugye, ahogy korábban említésre is került, visszakereshető az előzmény is, illetve a városvezetés tud kommunikálni a bejelentővel, hogy éppen milyen státuszban van az adott. Ha jól értettem, ezek az üzenetek úgymond nem általában bekerülnek egy postaládába, hanem eleve egy dedikált személy asztalán landolnak. Tehát például egy csőtörés mondjuk a városi hibelhárító vagy vízmű üzemeltető cégnél esetleg landolhatnak, vagy pedig a műszaki osztályon, amelyik egy komplexebb beavatkozást tesz lehetővé. Így van, ez történik, tehát nem kerül be egy úgymond közös olvasztó tégedbe, ahonnan majd egyszer csak valakihez eljött az információ, hanem azonnal ahhoz a felelős személyhez fog kerülni a bejelentés, aki az önkormányzat korábban megbízott, hogy hozzátartozzanak ezek a típusú problémák. Tehát ilyen szempontból már eleve követhető, hogy mikor nyúlt hozzá úgymond a felelős személy azzal, hogy a bejelentés státusza megváltozott folyamatban lévőre. Na most ez egy elég töményen hangzik annak, aki gondolom nincs benne egészen ebbe az egész rendszerben. Mondjunk példát, konkrét példát, tehát az ember megy az utcán, lát egy csőtörést. Mit tud tenni ezzel a rendszerrel? Lát egy csőtörést? Jön ki a víz a földből, fölbontotta az úttestet, elég nagy baj van. Hívja a 112-t, vagy? Hát azt is megteheti, mert lehet, hogy sokra nem fog vele menni. Előveszi az okostelefonját, megnyitja a Munipolis mobil applikációt, és gyakorlatilag onnantól kezdve pár gombnyomással el tudja küldeni a bejelentést, kiválasztja az adott önkormányzatot, akinek el szeretné juttatni, mivel itt nem csak egy önkormányzatra tud feliratkozni a lakó, hanem akár ha én például van máshol is érdekeltsége, munkahely, rokonság, akkor onnan is tud információkat szerezni. Ezekhez az önkormányzatokhoz el tudja juttatni a bejelentést, kiválasztva az önkormányzatot, és utána már pedig a lépésről lépésre gyakorlatilag az applikáció is segíti a felhasználót, először a téma kiválasztásával, és a téma kiválasztása után pedig hozzá lehet adni a helyszínt, a fotókat, illetve akár egy rövid leírást, és pár gombnyomással a
Minden illetékes értesült az eseményről, ugye, akinek beavatkozásra van szükség. Na most van ilyen például, nézem az applikációk között, vagyis applikáció tulajdonságai között, hogy mi van például a javaslatok bejelentése. Ez alatt mit kell érteni? Na, ez maga, ez ugye problémák, javaslatok. Tehát igazából ez ugye erre a részre vonatkozik. Tehát ugye itt nem csak feltétlen problémákat, tehát ennek nyilván van egy negativitás ennek a szónak, tehát ezért inkább ilyen javaslat bejelentő. Tehát, hogy most ezt fogalmazhatjuk úgy is, hogy javaslom, hogy az adott probléma legyen megoldva. Tehát ez igazából erről szól az javaslat kezelőre. Tehát például egy vízevezető árkot ki kell tisztítani, nem azonnal, de azért jól a napi rendet tűznék az illetékesek. Így van, így van. Tehát ilyen jellegű a igényeket is, vagy ha ez igazából mindig az önkormányzaton múlik, hogy milyen dolgokat szeretne itt fogadni. Tehát az is lehet, hogy valakinek a előzetes bejelentésre ad itt lehetőséget az önkormányzat. Most van itt egy izgalmas lehetőség, felmérések és kérdőív. Ugyebár a kormány az naponta végez kutatásokat, de hát rengeteg pénze van erre, és megbíz megfelelő személyeket, de ezt olcsóbban, egyszerűbben is meg lehet csinálni, ha jól sejtem az önkormányzatoknál. Pontos. Ha ezt a rendszert alkalmazzák. Így van, így van. Tehát itt ugyanígy a Munipolison keresztül lehet hozni a felméréseket, kérdőíveket, akár szavazást, hogy mit részesít előnyben a lakosság. Lényegesen kedvezőbb feltételek mellett, tehát egyetemnek akár milliós költségei egy ilyen kampánynak, tehát itt a Munipolison keresztül ugyanúgy eljuttatható az üzenet a már regisztrált lakóknak is, ugyanúgy, mint azoknak a lakosoknak, akik még nem használták a Munipoliszt, tehát bárki részt tud venni ebben, és egy hitelesítésen keresztül megy végig mindig a kitöltő, ezzel biztosítva, hogy egyedi válaszok érkeznek, tehát nem valaki unalmában torzítani az eredményeken. Ha jól tudom, Csehországból indult a rendszer, és 10 éves már, legalábbis a információim alapján. Ez alatt milyen fejlesztéseken esett át a program? Gondolom, időről időre felmerülnek újdonságok, amiket be kell építeniük a rendszer, vagy célszerű beépíteni. Így van, így van. Ugye az alapítónk 10 éve, amikor elkezdte, neki az igény az úgy merült fel, hogy képviselőtestületi tag volt egy cseh önkormányzatnál, tehát a valós igények szülték a megoldást, nem pedig két fiatal srác egy kollégiumi szobában úgy gondolta, hogy majd ő megreformálja az önkormányzati kommunikációt. És ez alatt a 10 év alatt jutott odáig a cég, hogy most már 4 országban van jelen, Csehország mellett Szlovákia, Németország, illetve Magyarországon. A több mint 3600 önkormányzattal működik együtt, és itt az együttműködés során nyilván az felhasználó önkormányzatoktól is érkeznek igények, javaslatok, de akár lakossági oldalról is, erre is volt már példa. Mivel tehetnénk még könnyebbé a használatot, milyen funkciókkal lenne még hatékonyabb a felület, és ezeket igyekszünk beépíteni, nyilván a józanész határain belül, és ha egy ilyen funkciót beépítünk, az nem csak annak az önkormányzatnak válik elérhetővé, aki igényelte, hanem mindenkinek. Tehát mivel ez egy platform, minden önkormányzat ugye ezt használja, emiatt folyamatosan fejlődik tulajdonképp a felület, tehát ez a probléma bejelentő vagy javaslattevő rendszer is már rátesett egy-két, fogalmazunk úgy, ráncfervaláson, illetve kérdőívek létrehozása is folyamatosan fejlődő volt, külön a felületel például rendelkezésre már a részvételi költségvetések létrehozására, hogy egy még hatékonyabb formában tudja ezeket megtenni az önkormányzat. Gondolom, sok embert érdekel, ugye arra nem számítanak, hogy minden városlakó telepít a telefonjára egy ilyen applikációt, és mindenben részt vesz, és mindenhez hozzászól, és mindent jelent. Mégis mekkora penetrációra, vagy behatolásra, vagy hogy mondják ezt, építenek, vagy számítanak? Mennyire népszerű ez a rendszer egy-egy városban? Függ-e mondjuk a gazdasági fejlettségtől, vagy a mérettől? Település mérettől semmiképp nem függ, tehát van 50 fős önkormányzat is, aki használja, de vannak több tízezres vagy akár százezres nagyvárosok is, ő képes a szolgáltatás. Az, hogy milyen szintű az elérése az önkormányzatnak, ez teljesen változó. Átlagosan az aktív lakosságnak körülbelül így a
többi válik, tehát idővel minden háztartásban aktív. Kimaradtan körülbelül mennyi az aktív? Az aktív lakosságnak körülbelül a fele elérhető a szolgáltatáson keresztül, ez azt jelenti, hogy minden háztartásban ott tud lenni a Monipolis, nyilván ez idő mire kialakul, mint minden, de most jelenleg már a 900 ezer felhasználót lépte a teljes cég szinten a regisztrálók száma, tehát bízunk benne, hogy még idén az 1 millió a lakó meg lesz. Most az ember, ha egy ilyen rendszer találkozik, akkor azt mondja, hát már van városi honlap, van helyi média, van országos média, és a többi. Most még egyet több applikáció, van időjárás előrejelző applikáció. Lehet ezt úgy mondani, hogy koncentrálta jelennek meg a szükséges információk egy felületen. Valaki egyszer rászánja az időt és beállítja magának az applikációt. Tehát nem kell ezer felé szétfolynia, kap az adójáról értesítést, mondjuk az adóhivatalt, hogy most kell befizetni, és így tovább. Tehát nem szükséges neki naponta minden felé tájékozódni. Így van, így van. Tehát ugye itt a lakó regisztráció során, ami körülbelül, hát talán úgy gondolom 2-3 perc alatt bőven meg lehet tenni. Ebben már benne van az is, hogy kiválasztja az érdeklődő, hogy milyen jellegű információkat szeretne fogadni. Onnantól kezdve az applikáció gondoskodik arra, hogy ő hozzájusson az üzenet, tehát ezt nem úgy kell elképzelni mondjuk, mint egy közösségi média applikációt, hogy belépek, és akkor ott nézelődök, és majd megtalálok jó esetben olyan dolgokat, ami engem érint, vagy ami fontos számomra. Itt ugye az applikáció küld értesítést, hogyha számomra fontos üzenet érkezik, ha szeretnék bejelentést tenni, akkor előveszem az alkalmazást, illetve hogyha olyan dolgot szeretnék megtudni, ami az önkormányzattal kapcsolatos, legyen szó akár elérhetőségekről, vagy épp egy másik önkormányzatot látogatnék meg, és szeretném tudni, hogy mik a látnivalók, akkor szimplán az applikáción belül, a menürendszerben ezeket meg tudom találni. Most akkor, ami nem kevés, ugye az interaktivitása több, mint egy önkormányzat honlapja, tehát sokkal több beleszólásom van mondjuk a helyi ügyekbe, és sokkal részletesebben tájékozódhatok az eseményekről, ha akarok. Igen, a tájékozódás az abszolút, én úgy gondolom, hogy nem csak hogy részletesebb, hanem hatékonyabb is, tehát itt nem fog elveszni az információ sok más között. A másrésztről a közügyekbe való, úgymond a beleszólás, tehát nyilván amennyiben az önkormányzat erre teremt lehetőséget, úgy részt lehet venni ezekben, sokkal hatékonyabban, mint egy úgymond egyszerű kérdév alapú megkérdezés. Mind a mellett, hogy korábban a hagyományos kérdővesztetési formák rengeteg erőforrást vettek igénybe. Itt most gondolok arra is, hogy sok esetben arra volt szükség, hogy papír alapon ténylegesen megkérdezzük az embereket, és ez nyilván valakinek a lakossági oldalról például kellemetlenül érinti, hogy valaki leszólítja, hogy vegyen részt egy válaszadásban, itt pedig bárki mondjuk a saját kanapéja kényelméből véleményt tud szolgáltatni a közügyekhez. Na most sokan idegenkednek attól, hogy telefonos applikációt használnak. Ez számítógépen, webben keresztül is működik ez a rendszer? Igen, tehát az applikáció az csak egy eleme. Tehát a Monipolis az nem egy mobil alkalmazás. A mobil alkalmazás az része a Monipolisnak. Ugyanúgy van egy webes felület, tehát az önkormányzatok Monipolis-os profiloldalát meg lehet tekinteni, illetve fel lehet iratkozni akár e-mailben, vagy SMS-ben is az értesítésekre. Tehát ha valaki csak egy hagyományos mobiltelefonnal rendelkezik, ő is tud informálódni a számára fontos ügyekben SMS formájában. Magyarországon mennyire népszerű már ez a rendszer? Tehát vannak olyan települések, ahol használják ezt a Monipolis applikációt, vagy webes felületet? Jelenleg a kicsivel több mint egy éve vagyunk elérhetőek Magyarországon is, már a több mint 100 önkormányzat jelezte a csatlakozási szándékát, vagy ugye már csatlakozott is, és aktív felhasználó. Én úgy gondolom, hogy ha valaki minimálisan is érdeklődik a közügyek iránt, akkor neki van létjogosultsága a Monipolisnak, tehát sokkal hatékonyabban fogja megkapni az információkat, nem fog elveszni számára fontos akár határidő, akár esemény. Tehát ez úgy gondolom, hogy a piramis alja, hogy ha fogalmazhatok így, hogy innentől fogva bárki számára hasznos lehet. Ha valakit még jobban érdekelnek a közügyek, vagy szeretne ugye részt venni egy aktuális témának a kidolgozásában, akkor pedig mindenképp ajánlom, hogy használják hosszú távon a szolgáltatást. Ez nyilván
nagyon település specifikus, hogy hol milyen célra használható a szolgáltatás. Nyilván nincs két egyforma város, nincs két egyforma falu, tehát a saját, és ez a szépsége a Monipolisnak, hogy mindig az önkormányzat szulatára saját igényeire, saját aktualitásaira tudja formálni, és így, ha egy lakó is fölmegy több a Monipolis felhasználat profil oldalára, nem fog a két ugyanolyan profilt látni. Körülbelül mennyi idő szokott eltelni, hadd kérdezem így, a rendszer megismertetésétől kezdve a hatékony működésig? Tehát milyen lépésekben lehet ezt bevezetni egy településen? Van erre valamilyen tapasztalat? Igen, az első lépés az mindenképp egy kvázi képzés, mikor a kollégáink végigmennek az önkormányzat oldaláról a kezelőkkel, hogy hogy épül fel ez egész felület. Én úgy gondolom, hogy körülbelül ilyen egy-két héten belül már nyilván függ az adat felhasználó önkormányzat a gyorsaságától is megvalósítható az indítás. Tehát ugye itt az alapbeállítások elvégzését követően el tud indulni a lakossági regisztráció, ahol a lakó már ki tudja választani, hogy milyen témákból, hogy témákban szeretne értesítéseket, információkat kapni, meg tudja adni akár az utca nevét is egy kiválasztható listából. Ez azért is fontos, ha például az ő utcájában van a csőtörés, vagy egy tervezett áramszünet, akkor arról is fog értesítést kapni, vagy kaphat értesítést, így nem fog lemaradni arról sem, és nem tud előfordulni az, hogy valaki mondjuk nyáron a fagyasztó ládáját épp megtölti, mert nem látta az értesítést, hogy aznap délután vagy következő nap nem lesz nála áram, és a 40 fokban nem fog sem adni. Tehát ilyen apró a dolgokból is lehet nagyon hasznos, vagy előtt kovácsolni igazából. Köszönöm szépen, és további jó munkát kívánok, remélem találkozunk még Ajkán is. Nagyon szépen köszönöm, bízom benne, további szép napot.